Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Erről kezdtünk oda, hogy be tudom mutatni a Trendvadász első stratégiáját, amit személyesen én fejlesztettem ki. Egy videós sorozat fog következni a különböző beállításokról. A videós sorozatban nem fogok beszélni, ugyanis teljesen egyértelmű, ami látható. Mivel ezt külföldiek is fogják nézni, tehát semmi értelme annak, hogy beszéljek rajta. Most nagyon röviden megmutatom, hogy miről van szó, mire kell odafigyelni, tehát először is itt van az alapprogram, megnyitjuk a stratégiákat, és abba, később majd ugye több stratégia is lett benne, abba kijelöljük jelen pillanatban az utcabár stratégiát, majd amikor ez megvan, akkor rákattintunk az intervallumra, és itt különböző beállítási lehetőségek vannak, tehát egészen a nullától. A nulla esetében ez azt jelenti, hogy semmiféle korlátozást nem építünk be, tehát innentől kezdve ez egy kockázatosabb játék rész, ugyanis nem befolyásoljuk a tétek adásának a számát, tehát a kipörgés függvényében, viszont hogyha ehhez hozzányúlunk, azt állíthatjuk akár 3-ra, 8-ra, teljesen mindegy. Egy a lényeg, hogy ebben az esetben azt határozzuk meg a programnak, hogy nem találat esetén hányadik pörgetés után adjon tétet, tehát magyarul, és ezért hívjuk intervallumnak, kitoljuk azt az intervallumot, amikor a várható találat következik, és ezáltal folyamatosan növeljük a biztonságot. Tehát a biztonság növelése az nullától kezdődik, és egészen elmehet akár 10-ig is. Tovább nem érdemes menni, mert borzalmasan lelassítja a játékot, de ezt majd fogjátok úgyis látni a bemutatóba. A bemutató esetében 10-es beállítást nem is fogok mutatni. Tehát akkor beállítottuk ugye az intervallumot, van egy további lehetőség, ez az új fejlesztésünk, akik eddig megvásárolták a programot, azok majd megkapják ennek az új változatát. Ez pedig nem más, mint állíthatunk a tábla színén. Tehát lehet kék, egy kicsit lányosabb, és amikor már lesz rá időnk, a későbbiekben tervezzük azt, hogy vállalni fogja a programozó, hogy egyedi arculatot készít a táblához, ha valakinek valamilyen kötődése van, mondjuk egy kabalához, vagy teljesen mindegy, megküld róla egy képet, és a kollega teljes egészében egyedileg átszabja. Amikor ez megvan, akkor tulajdonképpen úgy fog történni a bemutató, hogy minden egyes beállítás, tehát amit beállítás fog történni az intervallumban, külön videóra lesz felvéve, tehát minden egyes játék külön videón lesz felvéve. Az első játékok, tehát az első beállításokat a Sportingbet centesén fogom bemutatni, illetve nem is a centesén, bocsánat, hanem a filléresén. A filléresen, ugyanis ott nincs intervallum, tehát ott bármennyi téttel lehet játszani, tehát ezért egy hosszabb kipörgetést is végig tudok rajta vinni, tehát nem lesz asztal limit, és ez a legfontosabb benne. Későbbi ebben pedig átmegyek a úgynevezett hagyományos letöltősre, ott viszont már 1 eurós alapon fogom tovább játszani. Ez a játék nem a nyerésről szól, tehát itt most tulajdonképpen nem az a cél, hogy egy adott játékon belül mennyit nyerek, hanem a találatokon van a hangsúly. Tehát itt ezen a videósorozaton két fontos adat lesz. Az egyik az a kipörgetett, illetve a kipörgetéseknek a száma, valamint a videó indítása és befejezésekor feldobom ezt a időtáblát, és itt fogjátok látni az eltelt időt, tehát magyarul mennyi idő telik el, mire jön a találat és végigfut a játék. Majdnem elfelejtettem mondani, hogy amikor elindul a játék, akkor felviszem az első számot, az első kipörgött számot, és utána a pillanat megállja, megállítom a videót, ugyanis
a hosszú kifutások miatt olyan hosszú lesz a film, hogy nem fogom tudni feltölteni a YouTube-ra, tehát ezért mindig a pillanat megállt fogom alkalmazni. Bocsánat, közben rányomtam, tehát most mutatom, az úgy fog kinézni, hogy most rányomok a pillanat. Most csak találomba nyomogattam számokat, tehát amikor feladja az első tét rakást, akkor kapcsolok vissza, befejezzük a játékot, és kiszálláskor pedig újból megkapjátok azt az időt, ami eltelt a valós játékban. Addig is köszönöm a figyelmeteket, és akkor jelentkezem a teljes videósorozattal. Egyébként lehet menteni a számsort, de gyakorlatilag át lehet tenni Excel táblába. Ha azt mondom, hogy igen, akkor ezt már egy korábbi videóban ugye bemutattam, akkor nem kell más tenni, mint az, hogy bocsánat, ezt most hagyjuk, mert nem ez a menet, toljuk el ezzel az időt. Elköszönök, sziasztok!